Szombat van, ami csak egy dolgot jelenthet. Azt, hogy buli van. Szombati táncos videóval verhetetlen vagyok. Happy Saturday, everybody! Ezt a Saturday-t azzal fogom megünnepelni, hogy összegyűjtöttem pár csodálatos reklámfilmet az utóbbi évekből. Kezdjük is a legújabbal. Ettől az indokolatlan régies filtertől már teljesen elhittem, hogy ez a film a század elején készült. De mit keresel itt? Nincs munkaerőm, itt dolgozom. Jaj, de szomorú sorsa van ezeknek a magyar celebeknek. Előbb-utóbb mindegyik kénytelen kétkezi munkát vállalni egy update pékségben. Komoly? Ezt az alá komolyan. Na jó, akkor kérek egy kakaós csigát. Tessék. Kettő. De ez egy. De kettő. 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 Kettónak hívják a terméket, azért hirdessük azzal, aki nem tudja kiejteni a kettő szót. Hát ez zseniális. És mennyivel tartozom? Rika. Add ide, add ide! Ah, szajád úristen, itt! Ude tudtam, hogy ebből pornó lesz. Az update pékségben a nők csak a testükkel fizethetnek a kakaós csigáért. Én add ide, oda nem adom. Na jó, Páko! Na, én elmentem. Csók, csók, puszi! Hello! Hát hova viszed a kakaós csigát fizetés nélkül? Azt hiszed, tiéd a bolt? Csók, hát tessék odaadni a Didiket Pákónak! Gyere, Máskó is! De a magyar brendek nem csak kopott fényű magyar celebeket, hanem kopott fényű külföldi celebeket is meg tudnak szerezni. Régen kávét ittam. Úristen, most szét fog lőni mindenkit, és utána lesz egy kemény beszólása. Nagyon sokat. De ez már a múlté. Vagy csak kivesz a hűtőből egy energiaitalt. Hát nem erőltette meg magát a bátyja. Energia, íz, erő. Neked mi kell még? Nekem ennyi elég. Hell Energy. Így beszélek, mert kemény vagyok. Férfias. Energy. Energy. Mondjuk azért ritkaság, hogy egy magyar cég meg tud szerezni egy ekkora külföldi hírességet. Legutóbb akkor történt ekkora draft, amikor a MOL megszerezte Jockey Wingot a Dallasból. Magyarországra kellett jönnöm, hogy egy ilyen jó minőségű olajat találjak. A MOL RT gyártó, és ezért ilyen kiváló. Cserébe odaadtuk a Microsoftnak Vágási Ferit. Hadd vigyék! Nem merem újból szóba hozni ezt a Microsoft 95-ös jutkának. Nézzük ugyanennek a kampánystábnak a Celebrity Prank videóját. Hola, soy Pablo Perillo, doble Bruce Willis. Ahora le vamos a hacer una broma a la gente. Hát ez még nem is a Bruce Willis, nézd meg! Miért nem a Bruce Willis-szel csinálják a reklámot, hogyha eleve ő az arca ennek a kampánynak? A bátyja csak egy anyagot vállalt? Eleve ezt a Pablót kellett volna kiválasztani a kampány arcának, és senkinek nem tűnt volna fel Magyarországon. Pablo pedig elvállalta volna egy rekesz energiaitalért. Hát miért nem engem kérdeznek? Hát mennyit spóroltam volna ennek a cégnek? Pablo, gyere ide! Mostantól te leszel az új arcunk! Úristen, te nem a Pablo Perillo vagy? A Bruce Willis hasonmása. Gyerekek! Itt van Pablo Perillo! Hola, soy Pablo Perillo. Bár ez a Bruce Willis-es még mindig sokkal jobb reklám, mint amit a Hell előtte csinált. Lenyelem, lenyelem, pocimba beteszem, hasamba belemegy. Ezt a dalszöveget egy csecsemő írta a délutáni szundi előtt. A belvárosi Village People mindjárt szétrobban az energiától. Speaking of a múlt arcai, nézzük kivel hirdetnek halolajat. Hal olajat. Azt kérdezik, mi a titkom? Egyszerű. Szívvel játszom. Szívemből énekelek. És erre a nagy szívemre teva halolaj kapszulával vigyázok. A bácsi az imidzsére is vigyázhatna. Illetve vigyázunk. Igaz, Klávikám? Teva halolaj, ami a szívet illeti. Teja vajolaj, ami a szívet illeti.
Sziasztok! Fesztiválozzunk együtt! Töltsd fel a Coca-Cola kupak vagy nyitó fullkódját, és nyerd meg a napi 10 páros fesztivál napi egy egyikét. Nézd már, hát megmozdultak a termékszelfik az Instáról. Sziasztok! Fesztiválozzunk együtt! Töltsd fel a Coca-Cola kupak vagy nyitó fullkódját, és nyerd meg a napi 10 páros fesztivál napi egy egyikét. Hát nem tudjátok, hogy ma már nem az a divat, hogy fogjátok a kezetekben a terméket? Bele kell ülni a termékbe. Ezzel egyszerre fejezheted ki azt, hogy te egyé váltál a termékkel, és hogy te mennyire eltörpülsz ehhez a csodálatos termékhez képest. Volt egy tervem. Édesanyám sok mindent vart nekem, így hát kitaláltam, hogy én is magam készítem a gyerekem ruháit. A Provident kölcsönből meglett a szuper varrógép. A gyerek rögtön próbára tett, de már kész is a harmadik fej. Ezek meg itt nekem elkezdenek hallelujázni, hogy vart és süsüt a gyerekére. Ezért tényleg érdemes volt felvenni a hitelt, gratulálok. Szegény csaj élete végéig fizetni fogja a törlesztő részletet, de legalább a gyerekének egyszer volt egy jó farsangja. A választás mindig felelősséggel jár. Most az ön döntésén múlik, hogy megváltozik-e az élete. Ebben az optikában pedig milyen kedvesen beszélnek a vevővel. A választás mindig felelősséggel jár. A választás felelősséggel jár, megértetted? Úgyhogy döntsél felelősség teljesen, és vállald a döntésed következményeit. Eljött a pillanat, amikor tényleg tisztán láthatja a jövőt. A legnagyobb reklámfilmes sablon. A termék nélküli szürkeséget felváltotta a termék színorgiája. Ez a termék csodákra képes. Eljött a pillanat, amikor tényleg tisztán láthatja a jövőt. Most már látom a diszlájkokat. Eddig jobb volt az életem. Gyere, Máskó is! A következő reklámban a legkulturáltabb kertvárosi foci szurkolók viselkedését figyelhetjük meg. Micsoda? Nem lát? Szemüveget a bírónak! Inkább neked, Karcsikám. Ez bizonyos volt. Karcsikám, ezt pont neked készítettem be a meccs előtt, mert már ismerlek elég ideje ahhoz, hogy tudjam, hogy mínusz 49 és feles a szemed. Karcsika haverja a meccsre nem a kedvenc csapat a mezében, hanem a kedvenc cége logójában megy. Ez bizonyos volt. A pillanat, amikor tisztán látja a helyzetet. Most már tisztán látom azt, ami 13 másodperccel ezelőtt történt. Tényleg les volt. Bassza meg. Szívem, még egy óra biztosan. Jó, fél óra. Még be kell ugranom a boltba is. Hát milyen fiatalos bútorok között élnek ezek a srácok. Ráadásul annyira rajonganak a sörért, hogy még egy kocintós plakátot is kitettek. Őszintén csak meg akarom nézni a meccs végét a srácokkal. Miért nem ezzel kezdted? Aki frankó, az mindig megmondja az őszintét. Akár csak az aranyászok. Igazából csak a meccs végét akarta megvárni a csóró, de az aranyászok utasítására most már kénytelen reggelig inni a kocsmában. Az aranyászoknak köszönhetően másnap szakított vele az anyja. Találkoztál az éjjel a fiunkkal? Dehogy, aludtam. Képzeld, feloszta az új barátnőjét, megették az összes kakaós csigát. Igazából nagyon helyes lány volt, csak olyan furcsa, piros haja van. Fia szeretni fogja, mert velünk mindig tele a hűtő. Álljunk csak meg! Ez kettő kakaós csiga? És lehet itt Didivel fizetni? Bár ez nem olyan nagy, de az egyiket szívesen odaadom ezekért a fantasztikus kakaós csigákért. Gyere, Máskó is! Mi magyarok otthon érezzük magunkat a világban, ha van nálunk rántott húsos zsemle. Kényelmes ruhatárunkkal és csodálatos nyelvünkkel mindenkit elbűvölünk. Rengeteg emléket gyűjtünk, és a leszállás pillanatáig élvezzük az utazást. Foglalj szállást magyarul már 175 országba! Utazz velünk, te büdös proli! Végezetül szeretném zárni a mai videót a világ legidegesítőbb reklámjával. Kedves mények hete! Játékhegyekkel! Most hihetetlenül sokat spórolhatsz! Az a pont, hú! Találtam egy felvételt arról az emberről, aki ezt a reklámot kitalálta. Ez az ember így néz ki. As always, köszönöm, hogy megnézted a videómat, iratkozz fel, a következőben pedig találkozunk. Gyere, Máskó is! Szombat van, buli van! Yeah.